Jó napot kívánok! A mai műsorunkban egy csallóközi lecsót fogunk készíteni, melyhez nekünk nem kell semmi más, mint paprika, paradicsom, hagyma, tojás, szalonna, kalbász. És akkor elkezdem a lecsót készíteni. Én zsírt nem használok a lecsóhó, mert a szalonna elég zsíros, úgyhogy megmetélem a szalonnát ilyen apróbb kockákról. És addig fogjuk ezt a szalonnát olvasztani, sütni, míg ki nem olvad a zsírja. Lecsót készítünk többfajta képpen, van, aki nem tesz bele paradicsomot, van, aki nem tesz bele kolbász se, meg szalonnát se, vegetáriánus lecsót csinál, de az a lényeg egésznek, hogy a lecsót föl tudjuk használni főételnek, friss kenyérrel, akkor ilyen roppanósra csináljuk a lecsót. Amikor a mártásnak, mert szokunk csinálni ilyen lecsós mártást, akkor meg az a lényeg, hogy jól szétfőzzük és aztán szétmixeljük, és ebből lesz a lecsómártásunk. Jó, kirúl a szalonna, közben még a hagymát megmetélem. Lecsónál is nem muszáj pontosan egyforma apró kockákról metélni a dolgokat, mert az is attól szebb, ha mozaikosabb. Jó, lássuk a szalonnánkból kisült a zsír, ráteszem a hagymát. És ezt a hagymát most üvegesre pirítom. A lecsót szokjuk sózni is, de én nem sózom, mert a szalonnának és a kalbásznak nagy a sótartalma, és akkor nehogy elsózzuk egészen. És akkor most a paprikában is van itt több fajta. Van édes paprikáim, azokat is kicsutkázom. Beletesszük a paprikát. Így most már megpirítsuk a paprikát. Mikor a paprikánk meg a hagymánk megpirul, én akkor szokom beletenni a paradicsomot és a kolbászt. Már a paradicsom meg a kolbász, ha ilyenkor rögtön legelején sütjük, akkor eltűnik benne a szíd föl. Jobb, ha lássuk ezeket az alapanyagokat, amiket belerakunk. Megmetélem a paradicsomot. Kolbász, paradicsom, most már látom, hogy eléggé megpirult a paprikánk. Igen, kicsit roppanós, rátesszük. Most már az a dolgunk egészen, megvárjuk, még egész összesül nekünk. Lecsót csinálják serpenyőkbe, fazikakba, mink ahogy itt a serpenyőt csináljunk, itt a lecsók nem lesz olyan szaftos, mert elpárlog a nedvessége, de aki szaftosabban szereti, az lefödi a sütés közben, és akkor a visszacsapódik a pára, és akkor ilyen szaftosabb lesz a lecsója. De mondom, itt minden lecsónál mindenki máshogy csinálja. Én így szeretem, amikor ilyen roppanósabb benne a paprika, paradicsom, meg minden, de mondom, valakik szétfőzik tisztáron. Itt a lecsónál is úgy van, az annyi szokás. Minden kisüt, ahogy köl neki, most már ráissük a tojást. Megkóstolom a lecsót. Szalonna nem volt annyira sós, úgyhogy a tojásba teszek sót. Már szép lassan ráöntsük a lecsóra. El is készült a gyors csallóközi lecsó. Remélem kedvet kaptak hozzá. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!